Nagyon sok szeretettel köszöntöm a T1 TV nézőit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Markót Imre polgármester urat, akivel egy hónappal ezelőtt beszélgettünk itt a Városházi Hírekben a testületi ülést követően, és most április 30-án ismét ülésezett városunk önkormányzata, van miről beszélni. De mint ahogyan már megszokták a nézőink, mielőtt a testületi döntésekről kérdezném, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi minden történt áprilisban, hiszen számos rendezvényre került sor. Én úgy gondolom, hogy egy-egy rendezvényről híradást adtunk, de így összefoglalva talán még nem hallhattunk róla, szóval mi az, amit megosztana polgármester ura a nézőkkel. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Igen, elmondható, hogy az áprilisi hónap is kulturális szempontból, rendezvények szempontjából mozgalmas volt, elég sok minden történt. Nyilvánvalóan, hogy ezekről folyamatában a televízió nézői, illetve az interneten, a Facebookon a Törökszent Miklósi közéletet nyomon követők folyamatosan értesültek, de most néhány eseményre visszatekintenénk. A április elején kisebb ünnepséget rendezett a Százszor Szép Tagovoda. A nézők nyilván jobban ismerik a régi nevén, ez a Hámánkató úti óvoda, ugyan már az utcanév megváltozott. 40 éves jubileumi ünnepsége volt. Ezen az ünnepségen vettünk részt a polgármester úrral, hisz ő a körzet képviselője. Volt egy rövidke kis ünnepség, és egy hatalmas nagy tortát fogyaszthattak el a gyerekek, illetve az ott lévő vendégek. Április első felében a katolikus népkörben a immáron hagyománynak tekinthető családi napot rendezte meg a katolikus népkör, szám szerint ez már a 21. alkalom volt. Elég színvonalas előadások hangzottak el, és hallhattak az ott jelenlévők. A Jászságból érkezett egy kis küldöttség a Jászberényi Múzeumból, jászsági viseletekről, jászsági hagyományok újraélesztéséről hallhattunk, láthattunk képes beszámolót. Mindenféleképpen példaértékű egyébként a jászságnak ez a fajta hagyomány újraélesztése, mert hiszen a viseletekben, a mai kornak megfelelő ruházaton próbálják visszahozni és újrateremteni azokat a színeket, azokat a motívumokat, ami a jászsági népviseletre jellemző, és nagyon aktív közösségi életet is élnek, amik javarészt a hagyományaikra alapulnak. Ugyancsak itt Galsi Zoltán helytörténész beszélt a Törökszent Miklósi körökről, Törökszent Miklósi társasági életről, valamint zárásképpen a katolikus egyházközség részéről Juhász atya a 19.-20. századforduló egyházi viseletéről tartott egy előadást. Ugyanezen a napon a Ipoly Arnold Kulturális Központ színháztermében Kocsis István író történész tartott előadást. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja és a Városvédő Egyesület közös szervezésében került megrendezésre ez a rendezvény. A következő héten az Ipoly Arnold Kulturális Központban egy perzsa est keretében El Nagy Lajos karcagi könyvkiadó mutatta be Firdausi Sáhnámé című könyvét. Ez a könyv az iráni kultúrának egy gyöngyszeme. Tulajdonképpen egy ős írománynak tekintendő, egy őseposz gyűjteménynek tekintendő fordítását dr. Gál László, szintén karcagi kutató végezte még a század 20-as, 30-as éveiben. Ennek az estnek a keretében Lovász Irén népdalénekes, önálló énekes estjét is megtekinthettük, aki részben török, részben perzsa népdalokkal díszítve, de tulajdonképpen a Kárpát-medencét keletről nyugati irányba mintegy bejárta az est során, és a sorban következő tájegységek, kultúrkörökhöz kapcsolódó
különböző magyar népdalokat énekelt. Nemrégiben volt szintén az Ipoly Arnold Kulturális Központban Bernát András törökszent miklósi születésű Munkácsi Díjas festőművész kiállításának a megnyitója. A kiállítást még aktuális, még megtekinthető. Bernát András absztrakt modern festő. Festményeit, hogyha az ember külsőleg gyorsan átfutja, akkor azt gondolja, hogy mindenképp hasonlít egymásra, holott a hasonlóságot igazából a vonalvezetés adja, egy speciális technikával dolgozik, vastagon fölhordja a vászonra a festéket, és tulajdonképpen ecsettel elhúzza. A kiállítás megnyitóján is elmondta, hogy gyakorlatilag a vászon egyik sarkából a másik sarkába úgy jut el, hogy közben az ecsetet nem emeli föl, és ezáltal egy párhuzamos vonalvezetésű, de ugyanakkor egymásba visszakapcsolódó íves vonalak alakulnak ki különböző színekkel, és azzal, hogy egy speciális anyagot belekever, ettől az egész kép sejmessé válik. És tulajdonképpen, hogyha az ember úgy megy oda, hogy időt szán arra, hogy egy-egy képet megnézzen, akkor a kép előtt mozgásban, különböző irányból megnézve mindig más és más arcát adja a festmény. Igazából én azt gondolom, hogy egy ilyen festmény egy belső meditációra, egy belső gondolat feltárásra alkalmas. Tehát aki még szeretne hosszasan gondolkodni és a belső gondolatait előhozni, akkor ajánlom neki, hogy menjen el az Ipoly Arnold Kulturális Központba, és szálljon egy órát a képek megtekintésére. Szintén áprilisban a Földnapja emléknaphoz kapcsolódóan gyermekek számára rajzpályázatot hirdettünk. Itt Sindel Mihály tanár úr volt a segítségünkre a rajzok értékelésében és a díjak átadásában szintén. Nagyon rövid idő volt magának a pályaművek elkészítésére, viszont ennek ellenére nagyon sok pályamű érkezett a gyermekek részéről, és ez mutatja szintén azt, hogy maga a téma, ami a Földnapja, vagy amit a Földnapja fölvet, már a gyerekeket is foglalkoztatja. És úgy gondolom, hogy ez így van jól, hiszen ők a jövő generációja, ők fognak 10-20-30 év múlva aktív korban dolgozni, és nem mindegy, hogy milyen szemlélettel, milyen környezettudatos szemlélettel fognak majd az akkori emberek, akiknek a feladata az lesz, hogy ezt a világot, amit tulajdonképpen ajándékba kaptunk, ezt az eljövendő generációk számára szintén megóvva ajándékba tovább tudják adni a természeti kincseinket, az értékeinket megtartva, és az életterünket úgy továbbadva, hogy az ténylegesen alkalmas legyen az emberi élet megőrzésére. Május 1-én hagyományosan majális ünnepséget rendeztünk a városban. Itt igazából az elmúlt évekhez hasonlóan elsődlegesen a törökszentmiklósi csoportok, törökszentmiklósi közösségeknek az előadói léptek föl és szerepeltek. Napközben részben oktatási intézmények, részben gyermekcsoportok, illetve az Ipoly Arnold Kulturális Központ saját csoportjai színesítették fellépésükkel a napot. Újszerű volt ebben az évben a majális abban a tekintetben, hogy egy picit visszahajazva a 20-30, inkább már azt mondom rendszerváltás, tehát 25 évvel, 30 évvel ezelőtti eseményekre, amikor is még sokan emlékszünk arra, hogy a május 1-i felvonulás után az akkori munkáltatók, az akkori vállalkozások, cégek közösen mentek ki. Emlékeim szerint ez a fajta összejövetel mindig a strand területén zajlott, és tulajdonképpen ezt szerettük volna föleleveníteni azzal a meghívással, azzal a felhívással, amit a helyi vállalkozások irányába tettünk, lehetőséget biztosítva, hogy a Galambos Parkban egy-egy munkaközösség, vagy egy-egy közösség, vagy egy-egy civil szervezet kijöjjön, és ott egy bogrács körül összeülve
közösen főzzönek és közösen töltsék el a napot. Én úgy érzékeltem kint a majális folyamán, hogy ezzel egy új hagyományt tudtunk teremteni, mert sokan, akik kijöttek, nagyon jól érezték magukat és jelezték, hogy jövőre is részt szeretnének venni egy ilyesfajta megmozduláson, illetve sokan, akik idén nem tudtak kijönni, éltek azzal a lehetőségükkel, hogy már a felhívásunk kapcsán jelezték, hogy jövőre mindenféleképpen részt vesznek egy ilyen közösségi majálison. Az egész majális az beilleszkedik a törökszentmiklósi tavaszi-nyári rendezvények sorozatába. Itt 4 rendezvényről beszélünk. Az első a majális, a második az a május 31-én megrendezésre kerülő Városi Gyermeknap, a harmadik a hagyományos július első hétvégére szervezett Szent Miklósi Napok rendezvénysorozat, a negyedik pedig augusztus 20-a. Erre a szervezők egy motívumot, illetve egy logót készítettek, és ez a logó ez egy szív motívumot, egy szívet ábrázol, melynek 4 párhuzamosan futó gyűrűje van, és egy-egy gyűrű jelenti az éppen adott vagy megrendezésre kerülő eseményt. Minden egyes rendezvény köthető valamilyen közösségi célhoz. A május első majális az magunkról szólt, a családjainkról. A gyermeknap, a következő szívgyűrű az a gyermekeinkről szól. A harmadik gyűrű a Szent Miklósi Napok, az a városunkról szól, míg a negyedik legbelső az a nemzetünkről szól. Tehát így egymásba kapcsolódva képzeljük el a rendezők, illetve maga az önkormányzat is a törökszent miklósi tavaszi-nyári városi rendezvények egymásba kapcsolását. És a napokban zajlott egy rendezvény, amelynek kapcsán a Jobbik országos elnöksége látogatott tulajdonképpen ide Törökszent Miklósra. Gondolom ismerkedés, és hát egy sajtótájékoztató is volt, egy közös sajtótájékoztató. Mi volt ennek a napnak az aktualitása, vagy mi mondható el mindenről? Igen, a Jobbik országos elnökség egy kihelyezett elnökségi ülést tartott Törökszent Miklóson. Gyakorlatilag a országos ügyeket érintő tárgyalásokat zárt körülön megtartotta az elnökség, ugyanakkor a törökszent miklósi képviselőket is meghívta az ülésére, és itt tulajdonképpen áttekintettük az elmúlt néhány hónap fontosabb eseményét, egészen a választásoktól napjainkig elmondtuk az önkormányzat munkáját, bemutattuk azokat az eredményeket, amiket elértünk, bemutattuk azokat a lehetőségeket, amikkel éppen dolgozunk. Majd a délután folyamán bemutattuk az elnökségnek a szociális városrehabilitációs pályázat keretében megvalósuló közösségi házat, a szociális lakás felújításokat, illetve a komplex teleprogramhoz kapcsolódó Kossuth 3-5 alatt található önkormányzati házat, ahol tulajdonképpen a komplex teleprogram valamennyi eseménye zajlik. A komplex teleprogramban oktatás, társadalmi felzárkóztatást végeznek az ott dolgozó szakemberek, illetve idén tavasszal beművelésre került az ingatlan kertje, és tulajdonképpen a programban résztvevő roma cigány származású emberek művelik a zöldséges kertet, és bízom benne, hogy ennek lesz eredménye. Részben az, hogy a termőre fog fordulni a kert, illetve a saját munkájuk eredményeként fogják érzékelni, hogy mennyire hasznos tud lenni egy kerti munka. És nem titkolt célunk az, hogy az elkövetkezendő időszakban azokat a családokat, akiket majd ebbe a programba be tudunk vonni, ők a saját házuk kertjét is művelésbe vonják,
mert hiszen választási programban is ígértük az önfenntartást, és az önfenntartás az mindig családi szinten kezdődik, tehát akinek van kertje és lehetősége van arra, hogy beművelje, az éljen is ezzel a lehetőséggel, és nagyon szeretnénk, hogy a cigány lakosság körében is meghonosodjon ez a fajta tevékenység. Egy meglepetés ajándékot is hoztak, aminek azt gondolom, hogy jó helye lesz a városban. A sajtótájékoztatón az elnök úr bejelentette, hogy a kapcsolódva a január végén országos évértékelő ülésén elhangzott bejelentésével, miszerint a Jobbik országgyűlési frakciója valamennyi tagja a havi járandóságának a 10%-át szociális jelleggel felajánlja. Ebből a keretből Törökszent Miklós kapott 500 000 forintot, és úgy döntöttünk a ülésen résztvevő önkormányzati képviselők, hogy ezt a 500 000 forintot, ezt a gyermekek számára, a Törökszent Miklósi gyermekek számára fogjuk felhasználni. És mivel van 7 önkormányzati óvodánk, 2 egyházi fenntartású óvodánk, 1 katolikus és 1 református, de úgy gondolom, hogy azért, mert nem önkormányzati fenntartású, ott is ugyanúgy Törökszent Miklósi gyerekek töltik el a mindennapjaikat és vesznek részt a nevelésben, illetve van egy bölcsödénk, ez számszerűleg éppen 10, és valamennyi, mind a 10 intézménynek 50 000 forintot juttatunk majd ebből a 500 000 forintból fejlesztő célú eszközök, játékok beszerzésére. Különösen így gyermeknap előtt szerintem nagyon örülni fognak majd ennek az összegnek. És hát április 30-án a képviselőtestület ülésezett, azt gondolom, hogy nagyon hosszadalmasra sikeredett most ez a képviselőtestületi ülés. Annál is inkább, mert hogy beszámolókkal indult a napi rendi pontok között, ugye rendőrkapitányi beszámoló, tűzoltóság, katasztrófavédelem, és úgy gondolom, hogy mindenki őszintén elmondta az ezzel kapcsolatos aggályait, kérdéseit, javaslatait. Összességében hogyan értékelhető egyébként az, hogy ez egyfajta nemes gesztus is, hogy tájékoztatást adnak a munkáról, és gondolom igénylik is, hogy az önkormányzat is segítse valamilyen szinten őket? Természetesen, bár maga a rendőrség működtetése a belügyminisztériumi hatáskör, de azzal, hogy egy település életében, település mindennapjaiban a rendőrség az intézkedést végző, vagy munkáját végző rendőr ott él, nyilvánvalóan, hogy az önkormányzattal is folyamatos kapcsolatban van. Éppen ezért az éves beszámolókat mindig a települési önkormányzatok képviselőtestületi ülésén a kapitány úr elmondja, beszámol a munkájukról, illetve az önkormányzatnak véleményt kell erről a munkáról formálni. Részben azzal, hogy kérdéseket, észrevételeket tehetünk fel valamennyien, illetve azzal, hogy a szavazással ezt a beszámolót elfogadjuk, vagy adott esetben nem fogadjuk el. Mindenféleképpen Törökszent Miklós életében elmondható, és ez a kapitányok beszámolójából is kiderült, hogy a rendőrségi statisztika folyamatos javuló tendenciát mutat. Ugyanakkor a javuló tendencia mellett nyilván vannak olyan település részek, ahol az ott élők másként érzékelik, úgy érzékelik, hogy igazából semmilyen javulás nincs. Itt igazából a város keleti területére lehet ezt elmondani, ahol mindennaposak, vagy mindennaposnak tekinthetők, vagy inkább azt gondolom, hogy gyakorinak tekinthető az, hogy lakatlan ingatlanokba illetéktelen személyek kerítésen átmászva bejutnak, és ott, ami éppen mozdítható, azt elviszik. Vagy adott esetben mondjuk lebontanak egy-egy ingatlant, vagy egy melléképületet. Nemrégiben egyébként magam is jártam kint a körzeti megbízottal, illetve alpolgármester úrral és néhány lakossal azon a városrészen,
ott, ahol sűrű bejelentés érkezett egy-egy lakóingatlanból a rendőrség irányába. Nyilvánvalóan azzal, hogy maga az önkormányzat vezetése megjelent a területen, ezzel már érzékelhető az is, hogy fontos valamennyiünk számára, hogy ezek az események, ezek a besúronásos betörések, vagy besúronásos eltulajdonítások minél inkább visszaszoruljanak. A saját eszközeinkkel is amennyire lehet fellépünk. Önkormányzat igazából a közterületi jelenléten tudja a saját munkáját elvégezni. Itt részben az elmúlt hónapokban a közterületfelügyeleti létszámot két fővel megemeltük. Jelenleg ez a két fő egy egész komoly tanfolyamon készül fel, és tanulja meg azt az ismeretanyagot, amit majd a közterületfelügyelői munkája során végezni kell. A közterületfelügyelő ugyanúgy, mint egy rendőrhatósági szerepkörben van, aki ellene bármilyen eszközzel föllép, az jogszabályt sért, jogsértő magatartást követel. A tavasz folyamán gumibottal, illetve riasztó gásprével szereltük föl a közterületfelügyelőinket, és várhatóan a nyár folyamán már sokkal aktívabban fognak tudni a város különböző területein majd működni. Illetve a közmunkaprogram keretében, közfoglalkoztatás keretében négy főt vettünk föl, akik feladata szintén közterülethez kapcsolódik. Őket valószínű, hogy már többen látták halvány sárga mellényt viselnek az utcán. A feladatuk elsődlegesen az iskolák környezetének a biztosítása, illetve a lakótelepek és a jelentősebb közterületeinknek a felügyelete, napközbeni védelme. Nagyon sokszor például a Petőfi lakótelepről bejelentés érkezett korábban, hogy fiatalok megjelentek kisebb-nagyobb csoportban, rendszerint valamelyik környékbeli középiskolából érkeztek. Előfordult az is a egyes bejelentések szerint, hogy valamilyen kábító jellegű anyagot fogyasztottak a fiatalok, és ilyenkor az ott élők nem igazán mernek lemenni a közterületre, nem igazán merik használni a játszóteret. Egy alkalommal én magam is alpolgármester úrral kint jártam, amikor érkezett egy bejelentés arra vonatkozóan, hogy két fiatal fönt feküdt az egyik mászók a tetején. Végül is sikerült őket akkor onnan elküldeni, de elsődlegesen a közterületfelügyelők meg a rendőrség feladata lenne a közparkjainknak, közterületeinknek a védelme. Kapitány úr beszámolójában is elhangzott, hogy az ő munkájuk részben a létszámtól is függ, a létszámot pedig nyilván a központi költségvetés határozza meg, és éppen ezért fontos, hogy a közterületi jelenlétet az önkormányzat is a saját eszközeivel növelje. Itt két eszközünk áll rendelkezésre, az egyik a már említett közterületfelügyeleti rendszer, amit egyébként az elkövetkezendő években még tovább szeretnénk bővíteni. A célunk az lenne, hogy akár napközbeni jelenléttel, vagy úgymond járőrözéssel a keleti városrészben is legalább két fővel ott tudjunk lenni, hogy éppen azok a lakosság által jelzett problémák, a besúranások, azok megszűnjenek, a kerítésbontások, az ingatlan szétbontások, azok minél inkább megszűnjenek. A másik eszköz az pedig a közterületi kamerarendszer, melyet az elmúlt év során az önkormányzat pályázati forrásból már a keleti városrészben, illetve a városközpontban kiépített. Lakossági igény alapján, illetve területi képviselők jelzése alapján is nagyobb igény lenne még több kamerának a felszerelésére.
és ezt az elkövetkezendő években a költségvetésünkben tervezni is fogjuk, hogy bővíteni tudjuk ezeket a kamerákat. Egyébként nem csak Törökszent Miklósról lenne igény, hanem a környékbeli falvakban, Óbalán, Súrjányban, Szakálason is igény lenne ilyesfajta térfigyelő kamerák felszerelésére, mert ott is vannak időszakok, amikor gyakrabban megjelennek a besúranók, illetve a tolvajok, és egy-egy ingatlanból az ott élők számára értékes holmikat visznek el. Összességében egyébként az önkormányzat hogyan értékelte, hogy javuló tendenciát mutat a közrend, közbiztonság itt Törökszent Miklóson, vagy hasonló, mint a korábbi években? Én úgy gondolom, hogy összességében tudomásul vette a képviselőtestület a beszámolót. Nyilvánvalóan, hogy nagyon sok kérdés észrevétel érkezett a kapitány úrhoz. Szinte nem volt egyetlen képviselő sem, aki nem szólt volna hozzá. Éppen azért a napi rendi pont is elhúzódott. Több mint másfél óráig tárgyaltuk ezt az egy napi rendi pontot. Végül is 9 igen szavazat és 2 nem szavazat mellett a képviselőtestület elfogadta a beszámolót. A hozzászólásokban több képviselő jelezte, hogy még nagyobb szükség lenne, tehát még jobban kellene a rendőrségnek a munkáját végezni, de voltak olyan hozzászólások is, akik ténylegesen tudomásul vették és elfogadták, és érzékelhetően elfogadták a javuló tendenciát és elismerték a rendőrség munkáját. Egy másik úgymond tényleg beszámoló, amely jelzésértékű az önkormányzat számára, hiszen az előző évről, az előző év gazdálkodásáról kellett és a pénzmaradványról dönteni. Hogyan értékelte a képviselőtestület a 2014 év gazdálkodását, és mi az, ami ebből az évből mondjuk megtakarításképpen rendelkezésre áll, és most tudja majd felhasználni? A beszámoló alapján a 2014. évi költségvetésünk mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében a realitásokon alapult. Az önkormányzat az elmúlt évben igyekezett minél több pályázati forrást bevonni egyrészt a működésébe, és másrészt a felhalmozásába, a beruházásaiba is, és azt gondolom, hogy mindezt sikerrel is zárta, és sikerrel is megvalósította. Összességében 668.336.000 forint összegű pénzmaradvánnyal zártuk a 2014-es évet, mely pénzmaradvány egyébként célmeghatározással kerül a 2015. évi költségvetésben felhasználásra. Ezek javarészt megkezdett pályázatoknak a még fel nem használt pénzeivel és ehhez kapcsolódó önerő, amit nyilvánvalóan 2015-ben valószínűleg az év első felében, teljes egészében fel is lesz használva. Egy önkormányzat életében a rendeletalkotás az a jogszabályalkotási folyamat, amellyel tud élni, és hát ugye, mint ahogyan változnak országosan is a jogszabályok, a törvények, egyfajta jogharmonizációt el kell végezni. Ennek keretében került, úgy gondolom, sor néhány önkormányzati rendelet módosítására. Nyugtassuk meg a nézőket, hiszen azt gondolom, hogy amikor azt hallották hírelni, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról egy új rendeletet alkot az önkormányzat, akkor lehet, hogy kétségbe estek, hogy mi fog történni, de hogy nem erről van szó, tulajdonképpen mi is volt ez a jogszabálymódosítás. Igen, a kommunális adót kötelező törvényességi felülvizsgálata történt meg 2015. április 30-án. Itt tulajdonképpen a rendeletalkotásnak az volt a lényege, hogy át kellett néznünk a meglévő rendeletünket, és azokat a részeket, amiket az aktuális hatályos felettes jogszabályoknak nem feleltek meg, azokat kellett átdolgoznunk. Az adó mértékében semmilyen változás nem történt. Nyilvánvalóan, hogy örülnénk annak, hogyha ez csökkenne, de sajnos ez még nem mondható el, viszont az elmondható, hogy nem emelkedett. Tehát ténylegesen csak egy rendelet átdolgozásról volt szó, egy jogszabályi harmonizációról volt szó.
Gondolom, hogy hasonló jellegű volt a hulladékkezeléssel kapcsolatos rendelet is, hiszen azért már bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, és hát még ezt sem szabályozta a korábbi rendelet. Igen, ez gyakorlatilag a szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati rendeletünk a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódóan lett át dolgozva, újra dolgozva. Itt tulajdonképpen a meglévő rendelethez képest lényegi változás nem történt. Szociális területen a szociális szolgáltatás térítési díjai változtak némiképpen. Azt gondolom, hogy Törökszent Miklóson eléggé előregedő a társadalom, és talán sok mindenkinek igénybe, egyre több mindenkinek igénybe kell venni ezt a házi segítségnyújtást. Mi mondható el, mennyiben határozta meg a testület ezt a díjat, térítési díjat? A szociális szolgáltatás térítési díjait először március folyamán tárgyalta a képviselőtestület. Itt tulajdonképpen azt kell tudni, hogy a szociális szolgáltatás az kistérségi keretek között működik Törökszent Miklóson kettő település társulásában, az egyik Törökszent Miklós, a másik Tiszatenyő. Mindkét településen van házi segítségnyújtás, házi gondozás, és tulajdonképpen a március folyamán vezettük be ebben a szociális ellátásban a térítési díjat. Azt tudni kell, hogy a korábbi években is volt ebben az ellátásban térítési díj, viszont 2013-ban ez megszüntetésre került, és nem volt 2014-ben sem. Idéntől viszont a költségvetés tervezésekor úgy gondoltuk, Tiszatenyő településsel egyetértésben, hogy ismételten szükség van ennek a térítési díjnak a bevezetésére. A márciusi rendeletünkben a házi segítség nyújtás keretében ellátandó feladatokat két különböző csoportba soroltuk. Az egyiknek egy alacsonyabb térítési díja volt, a másiknak egy magasabb. A térítési díj alkalmazásának a bevezetése folyamán szembesült vele a szolgáltató, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy bár a rendelet meghatározza, hogy éppen milyen ellátásban részesül a gondozott személy, ennek ellenére ténylegesen nehézségekbe került, hogy egy-egy tevékenység az most melyik kategóriába kerül. Éppen ezért a KSSK javaslatára ezt a rendeletet újra tárgyaltuk, és egységesítettük a térítési díj mértékét. Így mint Tiszatenyőn, mint Törökszent Miklóson 200 forint per órába kerül ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele. Említette a polgármester úr, hogy az elmúlt év gazdálkodása folyamán is figyelemmel kísérték a pályázati lehetőségeket, és most ismét az önkormányzat működő képességének megőrzését kiegészítő támogatásra pályázik a város. Mit jelenthet ez majd a mi életünkben, ha elnyerünk egy ilyen támogatást? Költségvetés jóváhagyásakor is elmondtuk a képviselőtestületi ülésen, hogy egy nagyon feszes költségvetést tudtunk tervezni és jóvá hagyni, aminek a végrehajtása során óhatatlanul előfordulhatnak olyan nem várt feladatok, amiknek az elvégzését azt akár terveztük, akár nem terveztük, azt meg kell tennünk, és ilyenkor bizony a költségvetésünkben luk keletkezhet, vagy hiány keletkezhet. Tulajdonképpen a működés megőrző támogatás igénybevétele azt jelenti, hogy egy bővebb keret áll majd rendelkezésünkre az egész év folyamán, illetve hogyha éppenséggel ténylegesen a kiadási oldalunk az magasabb lesz, mint a bevételi oldalunk, akkor ebből a pályázat összegből tudjuk a hiányt majd pótolni. Nem furcsa egyébként, hiszen nagyon sok település él ezzel a lehetőséggel Magyarországon, akár a legkisebb falvaktól a legnagyobb megyei jogú városokig is. Legutóbbi egyébként év december folyamán lehetett olvasni akár a megyei sajtóban is, hogy nagyon sok környékbeli település részesült ilyesfajta támogatásban. Rendeletmódosításnál
majdnem elfelejtettem, hogy volt egy olyan módosítás, amire azt gondolom, hogy odafigyelnek a miklósiak, hiszen városi elismerésekről van szó, és ugye közeledik Szent Miklós napja, és most egy teljesen új időpont lesz a kitüntetések átadására. Miben módosult, mit tudunk elmondani ezzel kapcsolatban? A tavalyi év során december 6-át a város napjaként kezdtük el a közéletben, vagy a város életében bevezetni, és úgy gondoltuk, hogy ettől az évtől kezdve a városi kitüntető elismeréseket majd december 6-án fogjuk átadni, és tulajdonképpen a képviselőtestület most arról döntött, hogy mi korábban a javaslattétel a koranyári hónapokra volt elhatározva, most ettől az évtől kezdve október közepén határoztunk meg gyakorlatilag eddig kell javaslatot tenni az elismerések célszemélyeire, vagy az elismerések adományozására, és majd ezután dönt a képviselőtestület, novemberi képviselőtestületi ülésen ténylegesen, hogy kiket részesít elismerésben. Itt a nyár, és a törökszentmiklósi gyerekeket is, hál' Istennek, azért az iskolák, a civil szervezetek felkarolják, és egy picit elviszik táboroztatni. Ez is megszokott hagyománya a városnak, hogy segítséget nyújt a nyári táborozáshoz. Milyen összeg áll rendelkezésre, mi az, amit oda tud adni a miklósi gyerekek, illetve a sporttáborosok támogatásához? Igen, ezen a testületi ülésen döntöttünk a nyári törökszentmiklósi táborok támogatásáról. 900.000 forintról döntött a képviselőtestület, és mintegy 563 gyermek nyári táboroztatását támogatjuk ennek a pénzösszegnek az odaítélésével. Nagyon sok tábort az Ipolyi Arnold Kulturális Központ pályázott meg, a Kölcsei Ferenc Általános Iskola, sportegyesületek, civil szervezetek, városvédő egyesület. Tehát azt gondolom, hogy elég széleskörű és színes táborok lesznek majd Törökszentmiklóson 2015 év folyamán is. És bevett szokás ez is, hogy a sporttáborokat egy kicsit külön kezeli az önkormányzat. Ha jól tudom, akkor erre is egy speciális keretösszeg áll rendelkezésre a gyerekeknek. Igen, a sporttáborok támogatására külön keretösszeg áll rendelkezésre. Ebben az évben 600.000 forintot tudtunk biztosítani ezen táborok megrendezésére, illetve támogatására. Én úgy gondolom, hogy a törökszentmiklósiak méltán büszkék azon sportolóikra, akik elviszik jó hírünket, és ha Rivasztót Norbert nevét említem, akkor azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan tudják, hogy egy nagyszerű sportember, gerelyhajító, és hát egy szép gesztus a várostól, hogy igyekszik őt segíteni. Mi mondható el ezzel kapcsolatban? Norbi jelenleg olimpiai kerettag. A hivatalos kvalifikációja a jövő évi olimpiára még hátra van, ez várhatóan ez év végén, jövő év elején megtörténik, de éppen azért, hogy minél inkább eredményesen fel tudjon készülni ebben a felkészülési folyamatban, az önkormányzat úgy gondolta, hogy külön támogatást biztosít a számára, és tulajdonképpen egy határozatban arról döntöttünk, hogy havi 50.000 forintos összeggel támogatjuk. Egy másik sporthoz kapcsolódó testületi döntés, a futballklub szeretne pályázni felújításra, és ehhez kérte az önkormányzat segítségét. Miben tud segítséget nyújtani? Az önkormányzat egy jelzálogjogbejegyzésről döntött. Ez feltétele volt annak, hogy a TFC-be tudja nyújtani az idei pályázatát is. Pályázati pénzből kívánják az öltözőépületet felújítani. Egy újabb pályázaton szeretne részt venni az önkormányzat, amely a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásáról szól. Úgy gondolom, még egy elvi állásfoglalás született ebben, de tulajdonképpen, ha nyerne az önkormányzat, akkor mit kapna ezáltal? Pozitív elbírálás esetén a részben az iskolakonyhánkon tudnánk a szükséges felújítási munkátokat elvégezni, illetve hiányzó vagy avult főzőberendezésekhez tudunk jutni. Ugyanakkor az egyéb intézményeinkben lévő melegítő konyhák is jelezték a fejlesztési elképzeléseiket, ott is szükség lenne új berendezések beszerzésére. Tulajdonképpen ez a pályázat
amennyiben nyerni fog, akkor ezeknek a fejlesztéseknek ad lehetőséget. Egy újabb köztéri szoboralkotással ismerkedhetnek meg a miklósiak, ha megvalósul. Kutas Bálint szobor felállításához nyújtana anyagi támogatást is az önkormányzat. Kinek milyen célból, illetve mennyi összeg az, amit tud az önkormányzat ennek a szobornak a felállításához segítségként adni? A Református Egyházközség kereste meg az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy hasonlóan a Vas Albert szoborhoz szeretne egy másik szobrot a templom mellett, a templom kertben felállítani, ez pedig a Kutas Bálint szobra lenne. Kutas Bálint örökszent miklósi lelkipásztor volt, róla utca is el van nevezve, ami ott a református templom mögött a Betlen úttól egészen a buszpályaudvarig tart. Az egész alkotásnak annyi kuriózuma van, hogy a szobrot Kutas Bálint unokája készíteni el, és ajándékba adná a Református Egyházközségnek, illetve Törökszent Miklósnak. Az az összeg, amiből magát a szobor öntését és a talapzat elkészítését el kell végezni, az jelenleg nem áll rendelkezésre, ehhez kért támogatást a Református Egyházközség. Törökszent Miklós városi önkormányzat úgy döntött, hogy 300 ezer forinttal ezt a szobrot támogatni tudja, illetve felhatalmazta a településfejlesztési közalapítványt, hogy szintén 300 ezer forinttal járuljon hozzá a szobor felállításához. Jövő héten ismét egy kihelyezett képviselőtestületi ülésre kerül sor. Balaut Ámos úr irányba látogat ki a képviselőtestület. Mi az, amit ezzel kapcsolatban invitálásképpen elmondhatunk az ott élőknek? Én mindenféleképpen szeretettel hívom a súrjányiakat, és azt kérem tőlük, hogy minél többen jöjjenek el a kihelyezett képviselőtestületi ülésre, mert hiszen Óbalán ott is teltházzal működtünk, teltházas volt a rendelkezésre álló helyiség, és azért nagyon fontos, mert azzal, hogy egy-egy település, tehát ezek a kisebb települések, a falvaink nem kapcsolódnak közvetlenül Törökszent Miklóshoz, nyilván, hogy a napi problémáikat, a napi életüket akár az önkormányzat, akár a képviselőtestület, akár az egyes képviselők közvetlen közelről nem érzékelik, nem látják. És Óbalán nagyon sok olyan probléma felvetődött, amire én úgy gondolom, hogy már részben megoldást is találtunk, illetve megoldást fogunk találni. Éppen ezért fontos, hogy Súrjányból is a jövő héten minél többen vegyenek részt ezen a képviselőtestületi ülésen, és mondják el bátran azokat a problémákat, azokat a megoldandó feladatokat, amiket ők ott saját maguk bőrén, saját településükön éreznek. Vannak olyan feladatok, amiket egyébként odafigyeléssel, kis anyagi ráfordítással meg tudunk oldani. A nagyobb problémákat pedig nyilván tervezve, előre gondolva majd meg fogjuk tudni oldani, és éppen ezért szeretettel várok valamennyi súrjányi lakost, hogy jöjjenek el 2015. május 14-én. És szerintem így a beszélgetés végén még egy programot megoszthatunk a város lakóival, televíziónézőivel, hiszen azt gondolom, hogy a magyarság összetartozásának erősítése tényleg nagyon fontos a város önkormányzatának. Ezt jelzik a testvérvárosi települési kapcsolatok, és most Erdélybe fognak utazni, ahol a székely hősök emlékére állítanak egy kopjafát. Honnan indult ez a kezdeményezés, és mi mondható el erről? A Panoráma Világklub és Pörneki András úr kezdeményezésére született meg ez a gondolat és maga a kopjafa. A kopjafának van egy speciális kuriózuma is, vagy speciális többletértéke is, hiszen az entai Becskó Béla fafaragó faragta ki a kopjafát és ajánlotta fel ezt a Panoráma Világklubon keresztül, érintve Törökszent Miklóst is,
hogy nyergestető legyen felállítva. Zentáról mindannyian tudjuk, hogy testvérvárosunk, tehát itt egy sokkal szorosabb kötődés van ezáltal már a Kopjafán keresztül is. Kopjafát nemrégiben Boldog István országgyűlési képviselő segítségével szállították haza Törökszent Miklósra, és a pénteki nap folyamán bekerült az önkormányzat aulájába. Az a Kopjafán már rajta van az a felirati tábla is, ami megemlékezik a székely hősökről, illetve magáról a felállítójáról, a Panoráma Világklubról, illetve Törökszent Miklós Városi Önkormányzatról. Szintén fölírtuk a táblára a testvérvárosi kapcsolatainkat maradéktalanul. A nyergestető az 1848-49-es szabadságharc idején híresült el, ahol is egy maroknyi székelyhős hősi halált halva megállította a jelentős túlnyomásban lévő orosz-osztrák sereget. Ennek emlékére már számtalan kopjafa áll ott fönn a hegytetőn, illetve a hegyoldalban, és most úgy adódik, hogy Törökszent Miklós Városi Önkormányzat is külső segítséggel föl tud állítani egy kopjafát. A kopjafa felállítás május 16-án szombaton fog történni. Egy delegációval fogjuk kísérni és kiszállítani a kopjafát, majd a helyszínen Szabó József esperes fogja megáldani egy kisebb ünnepség keretében. Köszönjük szépen, és várjuk majd a beszámolót, hogy hogyan zajlott le ez az esemény. Köszönöm, hogy megosztotta polgármester úr a televízió nézőkkel is összefoglalva a képviselőtestületi ülés döntéseit, és hát akkor egy hónap múlva a rendesülést követően ismét itt a Városházi Hírekben szeretnénk, hogyha mindezt megtehetnénk, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak, és egy hónap múlva itt a Városházi Hírekben ismét várjuk önöket, bízom abban, hogy akkor is velünk tartanak. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és beszámolhattam a legutóbbi képviselőtestület munkájáról, illetve elmondhattam az elmúlt hónap fontosabb eseményeit. A nézőknek köszönöm a figyelmét, és viszontlátásra!